Már kamerád! Csáá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 
Közel. Hát sziasztok, eljött ez a nap is, mikor újra nekivágunk az esztendőnek és a könyvturnénak. Úton vagyunk Kőszeg felé. És a Szabi már emelkedett állapotban van, úgyhogy reméljük, hogy ilyen marad az egész nap. Megint itt vagyunk Kőszegen, hát most voltunk egy éve. Mi folyik itt Kőszegen? Kettőt pislantottunk és itt vagyunk megint. De most itt is alszunk. A Benyák Bíró könyvturné keretein belül érkeztünk. Házigazdán kurva Csiki István. Megnézzük a Pont vendégházat. Ez a mi két ablakunk. Kedves István intézett nekünk hálóhelyet és ágyas házat. Nem volt sajnos központi helyen, rögtön a vár mellett tudtam egyből vacsorázni. A királyi ágyasház. Igen. Azt, hogy de néz. Hát ezt nem tegnap építették, ezt a vendégházat. Fapadló. Bultíves árkádok. Ez egy időutazás. Elindulunk ebben a bultíves szobában. Eljövünk a faágy mellett, és benyitunk a korszerű akadálymentesített mosdóba, illetve komplett fürdőszobába. Ja igen, itt már a török korban akadálymentesített volt a tolószékes harcosok. Gyerekek. Hát, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ismét itt vagyunk Kőszegen, vagy még mindig itt vagyunk Kőszegen, április 13-a szombat. A tegnapi nap az ilyen kis felvezetés volt, akkor dedikáltunk a lirában, ma pedig délután 4-től a helyi könyvtárban lesz közös előadásunk, Csiki István barátunk, meghívunk házigazdánk moderálásával.
továbbra is gyönyörű szép idő van, fúj a szél, még egy réteg ruhát föl kellett vennünk, és mivel még bőven van időnk délután 4-ig, ezért folytatjuk a városnézésünket, és megnézzük a várat. Ami egyébként, tehát itt kiléptünk a szállás rajtaján, arra fordulunk, és ott a vár. Szuper helyen vagyunk elszállásolva. Véget ért a könyvturnénak az első állomása, letudtuk Kőszeget, két helyszínen voltunk, egy Lira könyvesboltban és a városi könyvtárban. Az első helyen dedikáltuk, a másodikon pedig egy kis előadást is összehoztunk. Több mint másfél órán keresztül duháltunk itt, pont itt, azt most kiürült, de fogjátok látni, illetve már láttátok az előbbi összevágásban. Úgyhogy nagyon jó délutánokon vagyunk túl. Frankon sikerült, és abszolút elégedettek vagyunk így a nyitó fellépéssel. Gyönyörű a város, látogassatok el Kőszegre, remélhetőleg kicsit kevésbé szeles és naposabb időben, mint mi, de ezt nézzétek, Kőszeg, tudjátok miért fantasztikus, mert bejöttek itt például a könyvtárba, és ilyennel tele van az egész város, és tudjátok, hogy ez mi eredeti középkori városfal és várfal. Azért ez nem akármi. Bejössz a könyvtárba, és mögötted van a történelem. És ezt láttuk végig, amíg a városban sétáltunk, befordulsz egy sarkon az üzlet mellett, és hirtelen ott van a városfal. Ez nekem egy ilyen, wow, ez egy óriási élmény volt. De gondolom még Zolinak is, aki nem történelmi regényeket írt. Csodálatos volt a hely is, és a közönség is, úgyhogy nagyon frankul sikerült az első alkalom. És megyünk tovább, Nagykanizsa, Pécs és az összes többi állomás. Tartsatok velünk az idei közös könyvturnénkon is. Szevasztok! Sziasztok!